Köszöntöm Önöket, a kibeszélőt látják, és ezúttal vendégem Kis Benedek József, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. A téma pedig ugye az lenne, hogy már azért jócskán benne vagyunk a tavaszban, és mindenki azt mondja, hogy majd jön tavasszal a nagy ukrán ellentámadás. Most lesz ukrán ellentámadás, vagy, vagy nem lesz? Te mit gondolsz? Én úgy gondolom, hogy lesz ukrán támadás, erre nagyon készülnek. Ezt lehet látni abból, hogy körülbelül 50 ezer ember mozgósításra került, ezek zömében nyugaton kaptak kiképzést, tehát már a nyugati doktrinát, a nyugati stratégiát próbálják követni. De amit mit gondolok is, és mi lesz, én azt mondom, hogy nem képzelhető az, hogy ne legyen támadás, tehát nagyon készülnek rá. Ugyanakkor az időjárás az, ami egy meghatározó tényező. Tehát itt most egy kicsit tovább tartott a tél, és ebben az olvadó sárban nincs olyan katonai vezető, aki fölvállalná azt, hogy most egy hadműveletet elindítsanak, mert a haditeknikai eszközök, beleragadnak a sárba. Biztos, hogy minden eszközük megvan, hiszen például orosz oldalon a Prigozsi nemrég azt mondta, ugye a Wagner csoport feje, hogy kevés a lőszer. De ugyanezt elmondták ukrán oldalon is, sőt, ugye jelenleg is folyik az Európai Unión belül egy vita arról, hogy az az 1 plusz 1 milliárdos lőszerbeszerzést beszerzést hogyan lehessen megvalósítani. Tehát van elegendő. Én úgy gondolom, hogy van, meg tudnak beszerezni. Tehát az oroszoknál is folyik az átgyártás. Tehát, hogy a PIGZIN mit mond az, legyen az ő magánügye, meg tudjuk azt, hogy azért ellentét van a PIGZIN, illetve az orosz vezetés között. Meg most már több e, ilyen e, magántársaságot lehet ott látni. Erről még gyakorlatilag is vitatkoznak. Az Tehát itt azért lehet látni, hogy hogy nagyon bonyolult a helyzet, ez egyik dolog. Másik dolog, Nyugaton a haditechnikai eszközök közül a lőszerek okozták a legnagyobb problémát. Nem volt akkor a lőszergyártás. Most a lőszereket ugye békeidőben gyártják, és békeidőben erre terveztek. Senki nem számított arra, hogy ki fog törni a háború. És lefogynak a érdekében, Igen, és lefogynak a készletek. Főleg azok a készletek, amelyek ide kellenek, mert hát az orosz haditechnikai eszközöknek más a lőszer igénye, más méret kell, még a nyugatiaknál megint más van. Tehát ha már beérkezett a nyugat technika, akkor azt tudnak hozni is. A keletihez már nem. Tehát arra már nyugodtan lehet azt mondani, hogy elfogyott, és nagyon nehéz beszerezni. Tehát a 7.62-es lőszereknek a megszerzése valahonnan afrikai országból lehetséges még, de azt tudom mondani, hogy lesöpörték a padlást. És szükség lenne lőszernek nyilván. A háború lendületes kezdetét követő orosz megtorpanás hírére, ugye bevetettek mindent, amit lehetett köztük, a zsoldosokat is, a Wagner csoportot és a általa ver verbúvált embereket. Már azonban megfordult a képlet valahogy a wagner kapcsolatban. Miért nem szeretik most már a wagner az orosz katonai vezetői körökben? Elég sokat követelnek. Tehát a Wagner csoportnál azért most már ők Hozták az eredményt. Nem a orosz reguláris haderő, hanem a Wagner csoport is tudjuk azt, hogy Bakmut környékén, illetve át, általában a keleti megyékben ők harcoltak, elég eredményesen, és azért ne felejtsük el, hogy a Wagner csoport nem csak ezen a területen van, hanem Afrika számos országában dolgoznak, szóval ezt mondani, de a helyzet az, hogy itt azért ellentétek vannak, tehát ők azt mondják, hogy mi teljesítünk, de akkor szeretnénk mi is többet kapni. Na most itt vannak viták, az orosz állami vezetéssel, meg a katonai vezetéssel is, nem kifejezetten egy hóron pendülnek természetesen az orosz reguláris haderővel, magyarul az orosz katonai vezetéssel, és hát ebből adódnak különböző nézeteltérések. Az utóbbi napokban fölöpent a híre, hogy a Wagnerhez hasonlóan akar magánhadsereget szervezni a Gazprom és a rossz nyelvt is. Ennek van a realitása? Ha igen, akkor ők is bekapcsolódhatnak reguláris erőként ebbe a háborúba? Elvéleg erre megvan a lehetőség. Tehát, hogyha nyilván egy hogy gázpróbó azt mondja, hogy ő szervez egy magán, szervez egy magán hadsereget, ennek ott nagyon nagy nincsen, mert ez a feltételek megvannak. Fegyvereket, lőszereket lehet szerezni, de itt, itt majd lesz egy jelentét. Tehát a Wagner meg a újonnan alakuló különböző csoportok között azért nem biztos, hogy harmonikus az együttműködés, azért nem, mert mindenki a saját uh, sorsának a kovács, és minél többet szeretnének szakítani abból, ami majd esetleg a háború végén történik. Tehát nem lesz ez a nagyon sima ügy, nem feltétlen van egyébként hadműveleti szempontból szükség arra, hogy több ilyen csoport legyen. Mit gondolsz arról, hogyha ennek a háborúnak vége lesz, és ezek felállnak ezek a magánhadseregek, ezeket hogy lehet feloszlatni, vagy mi történik ezekkel? Hogy mondjuk egy Putyin utáni időszakra gondolok. Hát a Putyin utáni időszakra is fogják ezeket használni. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy most jelenleg a világban számos helyen használják az orosz állami érdekeknek megfelelően a Wagner csoportokat, gondoljunk például Líbiába. És Líbiában ugye nem véletlen az, hogy a Wagner hát Nem hivatalos orosz érdekeket képviselik olyan. Persze, módon, meg nem véletlen, hogy ott van jelen, ahol az olaj van. Ez teljesen természetes. Tehát ami az orosz érdek, azt fogják képviselni. És addig, míg képviselik, addig a nagyon nagy vita nem lesz. Hogy aztán a Putyin utáni érában mi következik, milyen lesz Oroszország politikája, azt hiszem ezt még korai találgatni, mert pillanatnyilag azért mondhatjuk azt, hogy Putyinak a helyzete, hát vannak, vannak kérdések, ahol azért problémák merültek fel, de pillanatnyilag az is stabil. Tehát van egy olyan, olyan környezete, amely abban érdekel, hogy Putyin hatalma maradjon. És hát én is azt mondom, hogy ha Putin, Putin után jönne egy utód, akkor nem biztos, hogy jobb lenne a helyzet. Lehet, hogy még rosszabb lenne. A zsoldosok kapcsán arra gondoltam csak, hogy ugye a, a, a Wagner egy jelentős részét köztörvényes bűnözőkből szervezték, legalábbis tavaly ősz szóta lehetővé teszi ezt egy orosz törvénymódosítás. Ennek alapján, hogyha 6 hónapot leszolgál, akkor utána mente, büntetlenséget kap. Ez a szerződést kötnek, tehát így kezdték. És de utána visszamegy a szülőfalujába, és ugyanott folytatja. Tehát magyarán rászabadítanak egy bűnöző tömeget a háború túlélő zsoldosok közül, az orosz lakosságra. Ezt fogják kezelni, hogy ez mit okozhat, milyen problémákat? Sajnos ez benne van, mert hát nyilván ezek nem fetetetlen emberek. Tehát az a általában meg szokták nézni, hogy kit vesznek föl, bűnözőket nem szoktak fölvenni. De most ugye, ha megnézzük az orosz politikát, ők úgy vannak ezzel, hogy legyen a Wagner csoport, a Wagner csoport vegyen fel azt, akit akar, de kíméljük az orosz, az orosz, igazi orosz nemzetiségű lakosságot. És ez benne van, ez egy politikai cél. Menjen nyugodtan a Wagner csoport, menjenek, menjenek ezek a börtönbe kijött személyek, aztán ha meghalnak, akkor nagyon nagy problémát ez nem jelent, egyébként megrendezze ezt a Wagner csoport. Ugyanakkor hát itt az embereknek a jövője az többfajta. Nem biztos, hogy aki most leszolgált azt a hat hónapot, az feltétlenül bűnöző lesz a jövőben. Ugye úgy bocsátották el utoljára őket, akiket már leszolgáltnak tekintettek, hogy azért ne gyilkoljatok. Szóval nyilván az emberek nem akarnak saját maguknak. Hát aki egy pár évet már lehúzott börtönbe, vagy hónapot, súlyos büntetés kapott, nem visznek. Tehát itt azért a, a, olyan, olyan káderokat választanak ki, akik azért nem a kemény bűnöző kategóriába tartoznak, azokat nem engedik ki nyilvánvalóan börtönből, de hát azért sok mindenre lehet börtönbe kerülni. Lehet, hogy egy közlekedési baleset nem biztos, hogy feltétlenül bűnöző. Tehát itt attól függő, és megnézik, gondolom, az, hogy milyen háttere van az illetőnek. Ami előtt, szerző kötnek velük. Értem. Még kanyarodjunk vissza egy pillanatra a tavaszi ukrán ellentámadáshoz. Ugye szerinted az időjárás az, ami egyfelől akadályozza. Abszolút. Másfelől nemrégiben kiszivárogtak a Pentagonból olyan dokumentumok, amelyeknek nem kellett volna kiszivárogni, mert egy részük érintette az ukrán katonai elképzeléseket, Igen. stratégiai elképzeléseket. Nem lehet, hogy ez is szerepet játszik abban, hogy át kellett tervezni az egész ellentámadást? Hát pontosan amiért, hogy át kellett szervezni a hadműveletet? Ez, 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 azt jelenti, hogy későni fog a hadműveleteknek a végrehajtása, mert át kell szervezni. Nyilván, ha a hadműveleti tervekből, az egész hadműveleti tervet nem tudom elképzelni, hogy azt átadták volna, vagy egyáltalán nyilvánosságra hozták volna, mert azért azokat meglehetősen szigorúan őrzik. Ugyanakkor bizonyos részek kiszivárokhattak, akár a nemzetközi kapcsolatok vonatkozásában, akár a különböző katonai formációk összeállításában, nyilván egy-kettő kiment. Ja, utánpótlás haditechnikai eszközök vonatkozásában, amiből, ha nem is pontosan tudják, de lehet következtetni sok mindenre. Viszont ugye ennek az egész folyamatnak a eleje azzal kezdődött, hogy megnézték azt, hogy mi az, ami kiszivárgott, és mi az eredeti. Kettőt összehasonlították, és ebből lehet megismerni azt, hogy mi az, amit hamisítottak. Tehát már ilyen is előfordult. Minden esetre a hadműveletek szempontjából, ami kiszivárgott, azt nem tudják felhasználni. Tehát azt át kell tervezni. Nem a borzasztó nagy dolog ez, de át kell szervezni. Meg hát sajnos azt azért nem szabad elfelejteni, hogy a hadműveleteket természetesen a terephez, a, a másik oldalhoz, tehát az ellenfélhez, illetve a rendelkezésre álló technikai eszközökhöz alakítják. Hát, hogy aztán most hol, merre mennek, milyen erővel, na ez az érdekes benne, ezzel, ha kiszivárog, akkor baj van. Most lehet, lehet, hogy ezzel nem leszek népszerű a biztonságpolitikai szakértők között, de végböngésztem ezeket a dokumentumokat, és felteszem a kérdést, hogy ezek tényleg annyira szenzitívek? Annyira szenzitívek, hogy befolyásolhatják a háború menetét? Mert egy részük a sajtóban megjelent már korábban ismert volt. Egy részük valóban érint olyan stratégiai helyzeteket, illetve terveket, amelyek befolyásolhatják, de valóban ilyen komoly igen, komolyak de hát ezek tulajdonképpen a... az éles hadműveleti terv, az Operation Plan, Oplan, meghívják. Ezek szigorúan őrzött anyagok, tehát vagy attól függ, milyen szintről van szó, vagy titkos, vagy szigorúan titkos minősítésű. Tehát ebbe konkrét ö, dolgok vannak, ami alapján, ha ezt kiszivárog, a másik oldal föl tud készülni. Tehát ha tudom azt, hogy milyen eszközzel támadnak, mennyi áll tartalékba adott esetben, ha szükség van rá, illetve milyen irányokban próbálnak támadni, hát ez, ez sokat jelent a másik oldalnak. Tehát a kiszivárok. Hát nyilvánvaló, hogy a hadműveleti terveknél azért nagyon ügyelnek arra, hogy ne szivárogjon ki egyrészt, másrészt pedig azért arra is nagyon odafigyelnek, hogy ezeket módosítani lehet a hadműveletek folyamán is. Tehát ez nem Biblia, nem Szentírás, változhat. Változhat naponta, és ez igazítják. De van egy alap hadműveleti terv, hogy mit akarunk, mi a célunk. hát célunk, hát azért ezt nem szokták nyilvánosságra Értem. Találgatni lehet. Találgatni lehet. Megcsinálok én is egy hadműveleti Tehát a katonai iskolákban azok a foglalkoznak, hogy tessék, hadműveleti tervet készíteni. Hogy képzeli el? Az ellenség így áll, egy terepviszony ez, nekünk ez van, mit tud csinálni? és hát ennek alapján a józan ész használva lehet készíteni terveket. Tehát azért több variációs lehetőség van. Na, Hol mi... támadok? Milyen irányba? Ez pont jó volt ez a terepviszonyok, mert rá akartam kérdezni egyfelől arra, hogy ugye beszélünk Bachmutról, ami egy ilyen kisváros. Mitől lett ez ilyen stratégiailag fontos? Mi miért kell ez hónapokig egy húsdarálóban a katonák ezreit leölni, hogy megszerezzék ennek a e e város fölötti ellenőrzést. A másik, az oroszok ugye most nem támadnak már egy ideje, hanem mint hogyha álló háborút folytatnának. Igaz-e az, hogy az ukrán ellentámadásra készülve az oroszok a lőszerek és a, a fegyverzet egy jelentős részét bevitték a frontvonalak mögé? Igen, ez így igaz. Tehát a Bakmut, első kérdés Bakmut volt. Bakmut ugye 70 ezer lakosú város volt, most már ha vannak 5 ezer, akkor az már sok. Mindkét fél szempontjából fontos, Kizárólag kezdetben a Wagner csoportot alkalmazták. Most egy olyan két hete lehet azt tapasztalni, hogy különleges erőket is bevetettek, légierőt is használják, tehát az oroszok szeretnék ezt a, ezt a várost, vagy ezt a városnak ezt a maradékát elfoglalni. Presztis kérdés az ukránok számára, hogy ez ne történjen meg. Ha elfoglalják, akkor attól kezdve mehetnek tovább nyugati irányba, és ott azért van három olyan, olyan védelmi vonal, amit az ukránok kiépítették. Na most nem szeretnék ezt gyorsan elérnék az oroszok. Ez az, ez az egyik dolog. A másik dolog, nem szabad elfelejteni, hogy hadműveletek során nagyon fontos a megtévesztés. Tehát téveszük meg az ellenséget. Tehát az, az ukránok próbálják azt mutogatni, hogy igen, nekünk ez nagyon fontos, közben pedig délen készülnek. Nagyon aktívan. Vagy délen készülnek. Ez, ez, egy, ez egy igen készülnek az ukránok. Hát látszik az átcsoportosításokból. A felvételekből azért sok mindent lehet látni. Meg hát látszik, hogy ott vannak az amerikaiak a különböző drónokkal, amit leadnak az ukránoknak, hogy az oroszok mit csinálnak. Látszik, hogy az oroszok is nagyon keményen reagáltak ezekbe a dolgokba. Tehát most igaz, hogy a hadműveleti szempontból annyira nem fontos Bakmut, de mégis fontos, presztis kérdésből és a további támadások szempontjából, viszont nem valószínű, hogy éjszakon lesz a támadás. Tehát annyira ez, ez nem veszélyes, délre kell odafigyelni, délemire. De akkor az oroszok miért, ha igazak a hírek, akkor miért vonták vissza a frontvonalak mögé? a aktuális lőszer és fegyverszállítmányokat, Pofon. miért ássák be magukat? Pofon egyszerű a magyarázat. Megkapták a nyugati haditechnikai eszközöket az ukránok. Na most ezekkel a haditechnikai eszközökkel jóval nagyobb távolságra lehet lőni, mint a korábbiakkal. Tehát nem mindegy az, hogy 40-60 kilométerre tudok lőni egy tűzőségi eszközzel, vagy mondjuk 150 kilométerre. Uram, bocsá, van olyan is, ami 300 kilométer a hmr Hát azt még nem tudom, hogy átadták-e az amerikaiak, de lehetőség van rá. És tulajdonképpen itt nem az számít, hogy most hány löveg van, az egy, az egy gyerekeknek való mese, az a lényeg, hogy milyen lőszert kapnak. Nagyon sokfajta lőszer van ma már, és precíziós lőszerek vannak, amivel gyakorlatilag azt lehet elérni, hogy Oroszország mélységében tudnak támadni, és ha Oroszország mélységében tudnak támadni, az azt jelenti, hogy a logisztikai utánpótlást meg tudják akadályozni. Az orosz logisztikai utánpótlás alapvetően a vasutakra épül. Vasúton hozzák előre egy, egy darabig, aztán utána átrakják uh, tehergépkocsikra, és hát nem szabad elfelejteni, hogy itt azért, nem mindegy, hogy most nekem 20 kilométert kell szállítani azt a lőszert, üzemanyagot, stb., vagy pedig 70 vagy 80 kilométert. Azért vonták előre, mert tudják azt, hogy az ukránok ezeket meg tudják támadni. Na most egy-két lőszerraktár már levegőbe repült, ezt nem szeretnék folytatni ezt a politikát, tehát azért mentek hátra a ukránok pedig pont erre, erre mennek rá, és az amerikai azt a tanácsot adják nekik, hogy tessék a mélységbe támadni. És ne felejtsünk el még egy lehetőséget, most már szálljunk le a tűzőségi eszközökről, itt vannak a drónok nagyon keveset beszéltek arról, hogy az ukránok saját maguknak is gyártanak drónt az utóbbi időben. Tehát olyan drón kapacitással rendelkeznek, amivel gyakorlatilag a tüzéségi támadásokat ki tudják váltani. Tehát nem feltétlen a Bayraktár kettő típusú török drónokat használják, hanem most már nekik van saját. Most ha nekem van saját, akkor nem biztos, hogy elfogadom azt, hogy mit mondanak az amerikák, jó, ezzel lehet vitatkozni, mert de nyilván ezek, az amerikai... De ezek milyen drónok? Ezek kereskedelmi drónok lettek ezek ez katonai drónok, ez kifejezetten katonai drónok, és komoly mennyiségű robbanóanyagot tudnak szállítani, fölé is és, és akkor és csak ki... elengedi igen, a célpont fölött. Igen, és mennyivel olcsóbb az, mint a tűzérséges eszközöknek a használata. És hát ugye nem mindegy az, hogy gépfontatású taraszról beszélünk, vagy egy önjáró taraszról, amely védi a személyzetet. Tehát itt azért már, már más körülmények vannak, mint amikor a háború kezdődött egy évvel ezelőtt, ugye akkor láttuk a orosz tarackos támadásokat, és ezek hát nem önjáró tarackok voltak személyben, bár most már az orosz, az orosz, hadosztályoknál vannak önjáróak is, és nem önjáróak is. Hogyha már a fegyverzetnél tartunk, akkor ugye kaptak az ukránok nem J. D. nevezett siklóbombákat is, Bizony. amelyekkel nagyon precízen lehet lőni, sokkal precízebben, mint ezekkel a HIMARS rakétákkal, amikor ugye óriási botrány volt, hogy most kapnak, nem kapnak. Ugye, és ezeket GPS adatok alapján betáplálva lehet irányítani ezeket és a lézerrel. rakétákat, és lézerrel, és tűpontosan be fog találni. A kérdés, amit ezzel kapcsolatban föl kell, hogy tegyek, és kíváncsi vagyok a, a válaszra, hogy vajon Vajon ha délen támadnak, délen indul az, ellentá, az ukrán ellentámadás, akkor ugye mi kerülhet veszélybe? A krím. Így van. Hát mondom, az oroszok azzal vannak tisztában, hogyha ezeket a rakétákat a krím felé indítják el, akkor ott á, akár át is törhetnek az ukránok. Na, ettől félnek az oroszok. Tehát azért mondhatjuk azt most hogy szinte lelassult a támadás a keleti És hogy, bocsánat, a hogy a szabadba vágok, de ahogy ezt most éppen a térképen a nézők is látják, ugye itt a, a déli területekről van szó, azokról a részekről, ami a Krímfélsziget fölött van, ahonnan indulhat az ukrán támadás. Igen? A Krímfélszigetől északra az, az, ukránok szeretnének áttörni úgy, hogy az oroszokat megfoszták attól a lehetőségtől, hogy a különböző árut, hadifelszerelést, polgári célokra használható dolgokat, a Krim területére. Hát ez a, ez a legvilágosabb szárazföldi szekötetés. Na ezt a szárazföldi összekötetést akarják megszületni. Kegyetlen lesz, már most megmondom, ez nem fog menni. Az oroszoknak tabu maga a Krim. Ezt meg is mondták jó néhányszor. De hogyha ezt az ukránok meg tudják akadályozni, akkor ez, ez óriási nagy győzelmet jelenteni. Tehát ez, ez, ez e, e, sorsfordító vagy háborúfordító lenne, de ennek érdekében viszont az oroszok nem maradnak nyugton, ők nagyon keményen készülnek erre, és jelenleg ugye folyik több vonalon különböző erődök, védelmi rendszerek felépítése, manőverőtakat hoznak létre, védelmi vonalakat erősítenek meg katonai eszközökkel, tehát nagyon, de nagyon készülnek az oroszok eme terület megvédésére, és ezért bátorkodom azt mondani, hogy ebből egy nagyon komoly harctevékenység fog kide kibontakozni, amelynek során mindkét fél részéről sok halottal kell számolni. Tehát akkor az azt jelenti, hogy az oroszok most a beássuk magunkat taktikáját igen. fogják követni, és nem csak a Krim környékén, hanem a donetszki luhanski részeken is. Ez így egyértelműen így van, de de főleg, főleg a déli területen. Tehát most éjszakon annyira nem foglalkoznak az oroszok ezzel a támadással, most ők arra készülnek, mint ahogy az ukránok bejelentették, hogy milyen akarjuk foglalni ezt a déli területet. Ezért volt egy erőszakos folyóátkerés a Nyeperen, amit ukrán különleges erők hajtottak végre, nem egy egyszerű feladatám, különösen tűz alatt mondjuk átmenni a túloldalra egy rettenetesen széles folyón, és hát próbálják megtalálni azt az irányt, ahogy engébb az orosz védelem, és arra fognak majd összpontosítani, hogy az egy, kettő, három, vagy ennél több irányban egy időben vagy nem egy időben történik, az a hadműveleti tervektől függ, amiből lehet, hogy valami kiszivárgott, tehát ezeket most meg kell változtatni. Lehet, hogy előbb használom a drónokat, és utána a földi erőket. De mindenképpen egy összfegyelmi támadásra számolni kell. Igen, de ugye már a tavaly kora őszi ukrán ellentámadás is zseniális volt, amikor ugye kvázi törve csalták az oroszokat. Ez Mert hogy azt hitték az oroszok, hogy két irányból fognak támadni, és inkább majd az északi vagy a déli részen fognak áttörni miközben ugye éjszakra csoportosították hát az erőket az ukránok, és ugye visszaszorították a Luhanszki és a Donyacki területeken egy jelentős részén a megszálló orosz csapatokat. Elképzelhető az ellentámadásban megint valami hasonló e, eh, eh, én te. is erre számolok, hogy lesz huncutság, tehát megtévesztés az működik mindkét fél részéről. Tehát itt, itt próbálják a másik félnek a gyengéit megtalálni, és hát azt kihasználni azt a lehetőséget, hogy akkor előre tudnak, mert erről háború. A, a háborúnak az a része, amely, a a harcát jelenti. Ugye Ukrajna legelkötelezettebb katonai támogatója az Egyesült Államok. Egyértelmű. Mit gondolunk, vagy mi vélelmezhető akkor, hogyha mondjuk nem Trump lesz az az amerikai republikánus elnök jelölt, aki esetleg megmérkőzik majd a Joe Bidennel, és esetleg befut Változik, tehát a kérdés lényege az, változhat-e az amerikai-ukrajna iránti külpolitika abban az esetben, hogyha nem, Trump lesz a következő republikánus elnök. Én úgy gondolom, hogy vannak stratégiai célok és vannak taktikai célok. Most az amerikai politikában alapvető stratégiai cél az, hogy Oroszországot meggyengítsék politikailag, gazdaságilag, katonailag. Ez most folyik ha, minden ezt, szinten. Ez folyik ha erről letesznek, és azt mondják, hogy imádjuk most már egymást, befejeztük az ellenségeskedést, végül is két emberre múlik a háború befejezése. Sokszor el, szokta, el szokott hangozni az a kérdés, hogy hogy lehet befejezni a háborút. Hát úgy, hogy az amerikai meg az orosz elnök azt mondja, hogy megegyezünk, és leállítjuk hónaptuk ezzel. Tehát be lehet fejezni. Nincs jelenleg ez a szándék. Az amerikai külpolitikában Oroszország meggyengítése egy fontos prioritás. Nem a legfontosabb, de most a háborúban igenis fontos, nem szabad elfelejteni. Függetlenül attól, hogy a stratégiákban benne van Kína, de Kínával más a politika. Tehát Kínával nem katonai próbálnak megbírkózni, mert azért tudják, hogy elég nagy falat. Úgyhogy ez egy más téma. Erre még kitérünk, de akkor, ha jól értem a szavaidat, akkor egy republikánus Trumpon kívüli elnök esetében is tovább fog tartani az amerikaiak részéről az ukránok támogatása. Én úgy gondolom, hogy igen. Ha azt mondod, hogy két emberen múlik a megállapodás, akkor ugye mi lesz a, mondjuk a, az ukránokkal, mi lesz Zelenszkijékkel, akik most azt mondják, hogy ebben a helyzetben semmiképpen nem ülnének le elkezdeni béketárgyalásokat, vagy akár tűzszüneti tárgyalásokat is az oroszokkal, hiszen nyerésre állunk. Mi most fogunk ellentámadást indítani. Akkor hogy lesz itt béke? Sehogy. Szóval. Tehát, most mondtad az előbb, Jellegi vagy? helyzetben nem lesz béke, de nem akarják, tehát nem, nem mondhatom azt, hogy az két elnök most azt akarja, hogy béke legyen. Hogy mikor lesz még az amerikai választás, az még odig van. Addig befejeződött a háború. Ennek ennek megvan a lehetősége. Én úgy gondolom, hogy itt nagyon sok múlik azon a hadjáraton, amit most fognak indítani a nyáron. Ki fogja ezt megnyerni. Én nem mondom azt, hogy az ukránok fog fogják ezt megnyerni, és ebben az esetben azért lehet hogy a nyugati támogatás is csökkenni fog. És azt mondják, hogy gondolkozom -e inkább a tárgyalásos változaton. Mert ennyi embert elveszíteni nincs értelme. Oroszok is ezt mondják. Az oroszok részéről már elhangzott olyan javaslat, hogy mi elfogadjuk a két megyét, és attól kezdve befejeztük a hadműveleteket, természetesen a Krím az Oroszország része. Na most ebben megegyezés pillanatnyilag még nincs, de én azt mondom, hogy ha, az, ha megnézzük azt a mostani, mondjuk azt tavaszi hadjáratot, akkor ennek a végkimenetele, az sorsfordító lesz. Ukránok vagy az oroszok. Én... Nem mondom biztosra azt, hogy ezt az ukránok fogják fognak, fognak, fognak megélni, de azt hogy az oroszok. Tehát ez most 50-50, 50-50 százalék, meglátjuk, hogy ez hogyan alakul augusztus végére. Említetted Kínát, ugye Kína nem igazán exponálta magát a háború lassan másfél éve alatt. Csendesen felszólította a szemben álló feleket, hogy oldják meg békés eszközökkel. Januárban letett egy 12 pontos rendezési javaslatot ami azért tegyük hozzá, hát olyan sok újdonságot nem tartalmazott. Viszont Kína egészen másképpen kezdett el mozogni a nemzetközi porondon, elsősorban a közel-keletre gondolok én, és nem lehetséges-e az, hogy például az ukrajnai háború esetében Kína kivár az amerikai elnökválasztás végeredményének fényében próbálna tovább lépni, vagy eldönteni, vagy letenni a galast valaki mellett? Nagyon fontosnak tartom a kínai politikai lépéseket, a közvetítő lépéseket. Én magam is én közelkedettel foglalkozom elsősorban, és nagyon meg voltam lepődve azon, hogy Irán és Szaudarábia között létrehoztak egy viszonylag gyorsan, rövid időn belül, legalábbis nyilván a titkos diplomácia az már régóta működött, de összehoztak egy olyan megállapodást, ami minden szemben állást oldott föl. Egyrészt, másrészt meg lehet, hogy befejezik, sőt, most már nagyon, nagyon úgy néz ki, az egész jemeni konfliktus. Tehát ennek az egy nagyon széles összefüggése van, és hát lehet látni, hogy most már lépnek az orosz-ukrán is. Azzal, hogy elment Xi Moszkvába, azzal, hogy utána elküldte a védelmi miniszterét, aki tárgyalt a partnerével, az orosz partnerével, és Gerasimovval, és tárgyalt természetesen Putyinnal. Itt azért egy-két kérdés biztos megbeszéltek, mert, el, mert elnézve az, hogy mi a hosszú ideig tárgyaltak, azért nem, nem csak egy egymás vállának a leporolásáról szólt ez a történet. Tehát itt azért a kínaiak, békés eszközökkel, gazdasági eszközökkel, de a világpolitikában játszott szerepe, súlya, ensz, békét, béti tagsága miatt, azért ők ezt a lehetőséget kihasználják. És na, nem lennék nagyon meglepve, hogy a, a béketárgyalások területén ettől kezdve nem a törökök lépnék meg a különböző szándékokat, hogy összehozzák a két felet, hanem a kínaiak. Na most ugye Törökországból tudjuk, hogy választásot lehet, hogy lehet, hogy Erdogan bukik jelenleg, az is olyan 50-50 százalék -50 körül van. Viszont a kínaiaknál nem ez a helyzet. Fontosnak tartom azt, hogy a Zelenszky elnök nem azt mondta, hogy a kínai ne jöjjön ide sőt, hívta őket, hogy jöjjenek. Hát egyelőre még csak ilyen Skype-os megbeszélés volt, de... de beszélt az el, kínai elnök, beszél, beszélt, az elnök. Így van. És az azt jelenti, hogy mindkét irányban elkötelezett a kínai elnök, és nem csak az oroszok mellé áll. Tehát a számomra azt jelenti, diplomáciai szempontból is, hogy itt mindenképpen egy nagyon komoly közvetítési akció folyik a kínai népköztársaság részéről, ahol van egy egységes politika, és hát ugye az a javaslat, ami alapvetően a ENSZ különböző javaslatai, javaslatait foglalja magába, sok újat valóban nem adott, de ezen lehet túllépni lehet még ezeket finomítani, és valószínű fogják. Tehát én sokat adok arra, hogy a kínai közvetítési kísérlet valami eredményt fog hozni ebben a konfliktusban. Sajnos ez a tavaszi hadjárat meg meg fog történni, aztán most ezt előre nem tudom megmondani, de szerintem senki nem tudja, hogy hogyan fog végződni. Az, hogy Kína gyakorlatilag megoldott egy több mint 40 éves szembenállást a közel-keleten a politikai szídellépésével, azt is jelenti, hogy az Egyesült Államok viszont ugyanilyen sebességgel szólul ki a térségből. Így van. Hát ugye az Egyesült Államoknak lét érdekel lenne legalábbis a világpolitika jelenlétét megerősíteni, ahhoz, hogy egyfelől valahogy visszaszerezze. Befolyását a közel-keleten, vagy ha ez nem megy, akkor csökkentse a kínai befolyást, és megpróbálja leválasztani ezeket az országokat Kínáról. Mert ugye Kína most már nem csak a gazdasági erejét felhasználva, hanem a politikai erejét felhasználva is van jelen. Elképzelhető-e az, hogy ebben a helyzetben sikerül nekik a diplomáciai megállapodást valamilyen módon az oroszokat rábírva, az ukránokat rábírva tető alá hozni, akkor viszont egyértelmű válik az, hogy ezt a konfliktust az Egyesült Államok nem oldotta meg, nem tudta önmaga megoldani. Ez így van. Egyértelműen nagyon fontosnak látom azt, hogy a kínai közvetítés egyik eredményt hozza a másik után, tehát a közel-keletet nézve, illetve orosz-ukrán viszony nem kapkodnak, tehát ők nem, nem erőszakosak, próbálnak mindkét félre logikai érvekkel hatni, ugyanakkor látom, hogy mindkét ország úgy tekint rájuk, mint igazi, komoly közvetítő. Tehát, hogyha összehasonlítjuk a többi közvetítési lehetőséggel, hát az amerikaiak nem tudnak közvetíteni, az amerikaiak az egyik oldalon vannak, nevezetesen az ukrán oldalon, tehát ők nem közvetítetnek. Aztán, ha utána majd létrejön valami megállapodás, Ebbe a kínaiaknak be kell hozni az ENSZ-et. Mindenképpen. Tehát egy, egy tűzszünetet követő megállapodás és a megállapodás ellenőrző mechanizmusba ki az, aki szerepet játszhat? Az ENSZ. Ki az, aki az ENSZ-ben szintén fontos szerepet játszhat? Nyilván Kína. Amerika Egyesült Államok ebben nem fog, de oponálni se fog, mert valahol náluk is úgy, hogy jól lenne befejezni és az amerikák is pontosan tudják, hogy a közel-keleten bizony kiszorultak. Tehát az Ábrahám megállapodás nem működik, vagy legalábbis nagyon lassan megy előre. Ez a kínaiak közvetítésével létrejött megállapodás sikeres. izrael kapcsolatos vélemények ugye eléggé érdekesek most az Egyesült Államokban, maga az izrael politika is egy rendkívül érdekes téma. Tehát én úgy látom, hogy most a, a kínaiak az orosz-ukrán vonalon próbálnak előre menni politikailag, gazdaságilag, és remélem, hogy ennek lesz valami eredménye. Kanyarodjunk még vissza Ukrajnához és, a, és az orosz-ukrán háborúhoz. Befejezésül arra lennék kíváncsi, és ez már motoszkál egy ideje bennem, hogy, és hogy ezt most a nézők is láthatják a térképen. Ugye ott van Moldova, Moldova beékelve uh, Románia és Ukrajna közé, és megspékelve azzal a problémával, hogy a keleti részén ott van Transnistria, gyakorlatilag egy szakadár terület, amely 1992 óta egy ilyen hot potato, tehát se kiköpni, se lenyelni, nem tudják igazándiból Kisinyovban, uh, el akar szakadni. A déli részen viszont ott van a Gagauz népcsoport, amely szintén azt mondja, hogy ő szeretne nagyon kiválni uh, Moldovából miután a ó... Következő ellentámadás az a déli területeken fog végigfutni, hogy azt láttuk az előző térképen is, vagy az ukránok részéről. Tehát az oroszok nem fogják tudni átkarolni, hogy keresztül és elérni Moldovát. Elképzelhető-e az, hogy megpróbálja valamilyen más saját eszközökkel destabilizálni Moldovát? Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát itt nagyon sok a hibrid háborúban, amiről most beszélünk, nagyon sok egyéb lehetőség van. Tehát politikai, gazdasági, nem feltétlen erők alkalmazása. Ezt használják. Természetesen. Nem akarják az oroszok elveszíteni Triaszport, tehát a, a transzisztriai területeket. Ugyanakkor szeretnék destabilizálni valóban oldalát. viszont nem szabad elfelejteni... De ki nem rosszok, fogja ezt engedni? Hát a Románia és az Amerikai Egyesült Államok. Tehát ők azért erre odafigyelnek, és ne felejtsük el, hogy ez már közel van. Romániához, nagyon közel van, közel vannak ott az amerikai erők, újabb csoportosításokat hajtottak végre az elmúlt időszakban az amerikaiak a Romániában, pontosan a Fekete-tenger térségében, gyakorlatot ér, tehát itt azért elég intenzív tevékenység folyik. Ez azonban én úgy látom ezt a kérdést, hogy jelenlegi orosz katonai képességekkel, amelyek rendelkezésre állnak, és még a, a Ukrajna 20%-át sem tudták teljes egészében elfoglalni, tehát tulajdonképpen a szakadár megyéket még nem tudták elfoglalni. Most innen elmenni még, hogy az elég messze van. Tehát, és a terepviszonyok sem olyanok, hogy ezt a szárazföldet csak úgy lazán meg lehetne csinálni, és lehet, hogy ehhez lesz egy-két szava, mondjuk a ukrán hadseregnek, illetve az új haditeknek, a eszközöket, Nek is, amelyeket oda átcsoportosítottak. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni azt, hogy a, a Fekete-tenger térségében azért az oroszok is alkalmaznak elég sok uh, uh, hajót. Ezeken uh, vannak. Hát azért szállni, nem? egy partszállással is. Nem olyan egyszerű, nem. mert partvédelem az ukránoknak megvan van szervezve. Ráadásul saját eszközökkel, tehát ők is szét tudják lőni az oroszokat. Nem így lát, emlékszünk a egyes számú hajóra, amit kilőttek az ukránok. Jó, hogy amerikai segítséggel is pontosan megadták a koordinátát, hova kell lőni, hogy kell lőni, de ezt a jövőben is megteszik. Tehát ez, ne legyen kétségünk, hogy itt nem adják meg a támogatást. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy az oroszoknak azért Szevasztopolban nem olyan borzalmas nagy erő Tehát ezzel partraszállást végrehajtani úgy, hogy a másik fél ellentevékenységet folytat, nem egy egyszerű dolog. Tehát itt az lenne a megoldás, hogy szárazföldön is és természetesen tengeren is egy egy összfegyvernemi műveletet végrehajtani benne a haditengerészet. Sőt, nem azt mondom, hogy összfegyvernemi össz műveletet, mert elég erős kell hozzá, de erre jelenleg az az orosz itt haderő lesz. nem elég esély volna, de az átmozgósítást kell végrehajtani, erőket kell átcsoportosítani, na no, egyelőre várjuk meg ezt a tavaszi offenzívát. Tehát ide, ide most még korán, korai előre tekinteni, néha azért oda csapnak, hogy ezt számba. Tehát azt lehet látni, hogy támadják az, az oroszok. A transzisztriában pedig ez a, az, az egyéb műveletek folynak, amiből nyilván nem katonai konfrontáció néz ki jelenleg, de nem zárható el jövőben az sem, hanem pillanatnyilag az aszimmetrikus módszereket alkalmazzák, hibrid módszereket. Nagyon szépen köszönöm Kis Benedek Józsefnek, hogy elfogadtad a meghívást, és meg tudtuk vitatni ezeket a lehetőséget, szóval lesz mindenképpen tavaszi után Lesz, köszönöm szépen a meghívást. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, a kibeszélőt látták, viszontlátásra.